Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szosztenesz az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel, úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek, atyám fiai, a Chloe embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek azt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztattatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetett-e meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg? Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájuszt, hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefan a házanépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tettei Isten a világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül ön nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.